A RoboCup Junior rendezvényt első alkalommal 1998-ban Párizsban rendezték meg. A nyíregyházi megmérettetésre 17 csapat jelentkezett. Itt a korosztályoknak megfelelő versenyszámokban adnak lehetőséget az élményszerzésre a fiataloknak. Minden országban van egy nemzeti kapcsolattartó személy. Magyarországon ezt a feladatkört Simon Béláné, dr. Balog Ágnes tölti be már 16 éve. Csodálatos, mikor kint vagyunk a világversenyen, mert ott nem csak a junior csapatok vehetnek részt, hanem egy időben ez a RoboCup szövetség a major, a felnőttek ligáját is megszervezi, tehát ugyanazon a helyszínen, most Eindhovenben, Hollandiában lesz, és ott akkor a gyerekek láthatják, hogy a felnőtt fejlesztő csapatok mit produkáltak. Hát ilyenek, hogy a mentőrobotok, hát ott már sokkal hatalmasabb mentőrobotok vannak. Itt ugye még egy kisebb mini robotot látunk, akik hasonló feladatokat látnak el. Aztán az otthoni kiszolgáló robotokat látják a felnőtteket, ott nagyon sok Japántól, Ausztrália, Németország, Olaszország, nagyon sok. Hát 41-42 országból szokott lenni ez a minden évben megrendezett világverseny. De nem csak az a lényeg, hogy verseny van, hanem ugyanakkor szimpóziumokat, tanácskozásokat rendeznek, kiállításokat, tehát ott meg kell osztani a tudást. A versenyzők három ligában mérettetnek meg. Robotfoci, robotszínház, robotmentő versenyszámban. A Magyar Robotkupa Alapítvány 2019-ben jött létre, és elsődleges célja a RoboCup közösséggel való kapcsolattartás, további cél pedig a tudományos ismeretterjesztés, oktatás és kutatás. A Robotkupának az a missziója, hogy meg kell osztani a tudást, tehát föl kell tenni a tudományos dolgozatokat, és az internetre, és mindenki hozzáférhet. Tehát át kell adni egymásnak a tudást. És ami a legfontosabb ebben a RoboCupban, mert nagyon sok robotverseny van, de a legfontosabb az a távlati célkitűzés, hogy 2050-re olyan robot futball csapatot állít ki ez a közösség, fejlesztő közösség, hogy akkor kihívja a szabadtéri pályán az akkori FIFA futballbajnok csapatot. A szervezők azon dolgoznak, hogy a magyarországi kutatóhelyek és ipari fejlesztők is bekapcsolódjanak a nemzetközi RoboCup közösség tevékenységébe.